A mélyretezés alapjaival és a mélyre stílus készítésével már megismerkedtünk. Ebben a rövid videóban a mélyret szöveggel fogunk egy picikét tovább ismerkedni. Egy-két nagyon egyszerű tippet és trükköt mutatok meg, amelyekre nagy szükségünk lesz valódi rajzok mélyretezésekor. Először is rajzoljunk egy egyszerű rajzelemet, amelyet be fogunk méretezni. Ez nem lesz más, mint a téglalap. Ennek megadjuk a méreteit. 200 rajzi egység széles és 100 rajzi egység magas lesz. El kell még ugye dönteni, hogy hova is szeretnénk helyezni a megadott pont körül. Mi most itt fogjuk rögzíteni. Magát a rajzot föl fogjuk méretezni, hogy a méret szövegekkel megismerkedjünk egy kicsit mélyebben. Hosszirányú méretezést használok, szépen föl fogom méretezni. Láthatjuk, hogy elkészült maga a méretvonal. Azért, hogy még jobban át tudjuk tekinteni a rajzunkat, egy külön fóliát fogok létrehozni a méretek számára, és akkor talán majd egyértelműbb lesz, hogy mit fogunk csinálni. Tehát itt van egy méretvonal. Alapvetően a méretvonalak azok asszociatívak, tehát hogyha változik ugye a geometria, mondjuk ezt ide elhúzom, akkor lehet látni, hogy megy vele a méretvonal, és az új értékét fölveszi. Ezért szeretjük. De nagyon sokszor magát a méret szöveget fölül kell definiálnunk, írnunk. Ennek többféle módja van. És ilyenkor ugye az asszociativitás nem mindig megfelelő, hiszen be fogja írni azt az értéket, amit a modelltérben lemér a méretezési segédeszköz, és azt a szöveget fogja ide alapértelmezésként beírni. De mi van, hogyha mi nekünk az az érték nem felel meg, vagy valamilyen más szöveget szeretnénk oda beírni? Nézzük meg ezeket a lehetőségeket, és az előnyöket és a hátrányokat is beszéljük meg. Tehát ide írta, hogy 130,55, ez a lemért távolság. De nekünk ide azt kellene, hogy 130 mm, mondjuk. Ezt megtehetjük úgy, hogy kijelöljük magát a méretvonalat, jobb klik, tulajdonságok, és itt a tulajdonság panelnál, a szövegnél magát, a méretet fölül lehet írni. Ez egy nagyon fontos dolog. Méretszöveg felülírása. Tehát ez az érték itt ugye a méret maga, amit lemérünk a modelltérben, és az alatta lévő szöveg felül tudja azt írni. Tehát, hogyha ide azt írom be, hogy 120, akkor látható, hogy itt 120 jelenik meg. Ha azt írom ide, hogy 120 milliméter, akkor nagyon szépen ez fogott megjelenni. Nagyon jó ez a funkció, de ugye elveszítettük a valódi méretértéket. Sokszor, ha az ember pontatlanul rajzol, és ugye a méretezés könnyörtelenül őszintén megjeleníti azokat az értékeket, amelyeket mi ugye valóban létrehoztunk, megrajzoltunk a modelltérbe, akkor itt lehet korrigálni, tehát hogyha ennek a vonalnak a hossza 130,50-nek kéne lennie, nem pedig 55,44-nek, akkor azt tehetném meg, de ez nagyon csúnya megoldás, hogy 130 pont, vagy akár vesszővel 130,50 ennek a egyenesnek vagy szakasznak a hossza. Tehát felül lehet írni, de ezt nem szabad, ez egy nagyon rossz stílus, mindig törekedni kell a pontos rajzolásra. De mi van, hogyha én azt szeretném, hogy a pontos értéket írja be az AutoCAD, de én mögé vagy elé szeretnék tenni egy kis kiegészítő szöveget. Ezt egyébként a mélyre stílusoknál egy stílus definiálása megtehetnénk, de sokszor egy stíluson belül is vannak eltérések, és jól jön ez az ismeret, amit most bemutatnék, ez a kis trükk erre a feladatra. Tehát magát az asszociatív értéket úgy mondhatjuk meg itt a méret szöveg felülírásnál, hogy kisebb és nagyobb jel. Ez szimbolizálja ebbe az esetben magát a méretet, a 130.5544-es értéket. Ha ezután írom be az, hogy milliméter, akkor látható, hogy ugyanúgy megjelenik a modelltérben az érték, de mellette ott van a szöveg. Tehát, hogyha most visszajövök a rajzba,
és megint átméretezem ezt a téglalapot, akkor már is látható, hogy új hosszértéket mért le a méretvonal, de mellette megmaradt a milliméter. Tehát nagyon szépen lehet a kettőt kombinálni. Ezt egyébként megtehetjük vizuális szerkesztő segítségével is, hogyha kétszer beleklikkelünk, tehát hogyha mondjuk ide be akarom mérni az átmérőjelet, ugye azt úgy tehetjük meg, hogy százalék-százalék C, és ugye közötte van a kisebb-nagyobb jel, a mért érték, szó, köz, milliméter. Tehát ez is szépen működik. Egyébként a speciális jeleknek a listáját itt ugye a kukac ikonra klikkelve, legördítve egy menüben ki lehet választani, tehát O, Omega és ilyen szimbólumokat is meg lehet adni. De vegyük észre, hogy itt is ugyanaz a szintaktika működik, tehát hogyha beírom azt, hogy százalék, százalék C, és ide utána egy szó köz után magát a mért értéket szeretném beilleszteni, akkor kisebb-nagyobb jel, már megjelenik a mért érték, és utána egy space, milliméter. Tehát nagyon szépen össze lehet ezeket kombinálni. Ami még fontos a méretszöveg esetén, hogy sokszor el szeretnénk tenni. Nem annyira felel meg nekünk az, hogy középen van igazítva. Ezt úgy lehet véghez vinni, hogy kijelöljük magát a méretvonalat, és itt erre a fogóra klikkelünk, ami ugye a szöveg közepén jelenik meg, picit elidőzik a mutató, és a helyi menüben kiválasszuk azt, hogy csak a szöveg mozgatása. Csak a szöveg mozgatása, és ilyenkor teljesen más helyre tudjuk eltenni a szöveget, és maga a méretvonal nem fog megváltozni. Ez is nagyon sokszor hasznos ismeret. Vissza is ugyanúgy lehet tenni, elidőzik, és azt mondjuk, hogy szöveg pozíciójának visszaállítása. Szépen visszakerül az eredeti helyére. Amit még a méretezéssel kapcsolatban jó tudni, hogy ez igazándiból egy blokk, ugye szöveg és vonalrajzelemek együttesét alkotja, mégpedig ugye egy dinamikus blokkról beszélünk, és a blokkokat szét lehet vetni. A méretvonalat is szét lehet szedni apró darabjaira, hogyha kijelölöm, és rámegyek a szétvetés nyomógombra, akkor szépen egyszerű rajz elemekké fog átkonvertálódni a blokkunk, itt lesz egy egyenesünk, itt is egy egyenesünk, itt egy szövegünk, ugye ha beleklikkelünk, akkor lehet szerkeszteni, ez egy többsoros szöveg, leokézzük. Igazándiból nem célszerű, de sokszor pontosan azért, hogy testre tudjuk szabni a méretszöveget, lehet azt látni rajzokba, hogy szétvetik a méretvonalat. Ezáltal elveszítve a méretezés lényegét, az asszociativitást, és pedig láthatjuk, hogy erre nincs is szükség, hiszen a szétvetés nélkül is azért lehet tenni magát a méretszöveget, a szétvetés nélkül is át lehet írni az értéket, tehát célszerű azért az AutoCAD-nek ezeket az apró finomságait is megtanulni, hogy később aztán sokkal szebb és újra felhasználhatóbb rajzokat hozzunk létre. Tehát, amit tudok javasolni, az, hogy a méretszöveget azt mindig írjuk fölül, hogyha szükségünk van, ne vessük szét magát a méretvonalat ezért, és a kisebb-nagyobb jel jelzi azt, hogy oda mindig a mért értéket kell beírni a rendszernek.